Sziasztok, üdvözlök mindenkit! Hát egy picit megint a magyar építőiparról, az építőiparon dolgozó vállalkozókról, a szakikról és egy kicsit az ukrán vendégmunkásokról szeretnék beszélni nektek. Aki nézegeti a videóimat, aztán emlékszik az Egy csőtörés története című videóra. Ugye elmeséltem, hogy nálam mi történt, és azt is mondtam, hogy ha a helyzet nem fog megoldódni, akkor erre visszatérek. Hát például, hol meg a helyzet, kénytelen vagyok visszatérni. Aki esetleg nem nézte volna meg ezt a videót, annak tömören összefoglalva a következő volt a sztori. Ugye ez egy felújított lakás, minden új szinte benne, és észrevettem, hogy a falamon kezd felhújagosodni a festék, ami ugye vízszivárgásra utal. Csak ahol nézegettem magát vízfolyást, ahol nem láttam, mit csinál az ember, akkor szakember keres. Hívtam egy vízvezetékszerelőt, nem vette fel a telefont, hívtam még egyet, az se. Akinek ráadásul meg volt a telefonszámom, tehát tudta, hogy én keresem. Azt, hogy nem tudja felvenni, ez egy dolog, mert nyilván lehet dolga bárkinek, de baszott visszahívni. Egyikük is nem foglalkoztak vele. Egy harmadikat sikerült elérnem, és ő nagykegyesen kijött, rengeteg olyan fontos idejéből, ami ugye másra is mehetett volna, szakított rám egy 12,5 percet, feljött és megállapította, hogy nyugodjak meg, semmi gond, hanem akkor zuhanyzok, és a zuhany paraván mellett kifolyó víz, ugye az föláztatta a szemben lévő falat, úgyhogy átfolyt két réteg járólapon egy csempén. Hát nem vagyok egy szakember, de mondtam, hogy ezt valószínűleg egy vízágyúval kellett volna lőni, ahhoz, hogy ennyi mennyiségű víz keresztül menjen rajta. Mindegy, ő a szakember, adtam egy kis lóvét, hogy ugye szánt rám a nagyon-nagyon kevés idejéből egy kicsit, ő ezt el is fogadta persze, és elment. Hát a víz folyás ugyanúgy nem állt meg. Újabb vízvezetékszerelő kijött, ő megmondta, hogy a kollégája hülyeséget beszélt, szakmunkások, ugyanaz a szakma, és elmondta, hogy a mosdóba a csempe szelep szar, kicserélte, és ugyanúgy folyik tovább a víz. Közben még azért belekeveredett a történetbe a biztosító is, akinek ugye rendszeresen fizetem havonta több ezer forintos biztosítási díjat, és ő nagykegyesen, ugye megnézve ezt a dolgot, azt mondta, hogy kemény 11 ezer forinttal tud engem kártalanítani, amiből csak a csempe szelep volt 13 ezer valahány száz forint, és megmondták, hogy azt nem is fizetik ki, mert azt külön kellett volna biztosítást kötni. Tehát erről beszéltem röviden, a marha jó szakemberek, a marha jó hozzáállás és a biztosítónak a nagyon jó hozzáállásának az összefonódásáról. És mint mondottam, a sztori nem oldódott meg, ugyanúgy folyik a víz, és ugyanúgy szar a helyzet, és mondtam, hogy akkor folytatni fogom ezt a videót. Egy ideje értünk most el. Tehát láttam, ugyanúgy folyik a víz, legutóbb a nálam dolgozó vízvezetékszerelő, ugye, aki csempeszelepben látta a problémát, felhívom. Hát hívtam volna, nem veszi fel a telefont. Hívom még egyszer, nem veszi fel a telefont. Írok neki, hogy arany barátom, ha lesz időd, ugyan már hívjál fel, vagy írjál rám, semmi. Jó, fogtam, elzártam a vizet, és ugye úgy éltem a kis életemet, hogy minden nap, mikor hazajöttem és kellett nekem a víz, akkor kiítottam, amikor meg nem kellett, akkor elzártam. Na most gondolhatjátok, hogy az embernek ez mennyire szolgálja a komfort érzetét, és milyen kurva jó, ráadásul, amikor egy valaki pénzt ráköltött egy lakásra, nem így szeretné élni az életét, meg hát amit szar, azt meg kell csináltatni. Majd hirtelen nagy nehezen erre pár napra rá kapok egy SMS-t, hogy neki most családi problémái vannak, és az elkövetkezendő két hétbe nem fog ráérni, és legyek szíves, ezt értsen meg. Ez mind fasz, hogyha valakinek pontosabban nem fasz, elég nagy baj, hogy a családi problémái vannak, csak azt nem értem, hogy akkor miért nem lehet felvenni a telefont. Vagy ha nem lehet felvenni, miért nem lehet visszahívni, és elmondani, hogy öcsém, ez a baj, nem kell megindokolni, micsoda, most nem érek rá, majd ekkor jelentkezem. Vagy nincs időm, nincs kedvem, nincs hangulatom, és nem akarom elvállalni ezt a dolgot. Tudomásul vettem, kész, ez van, maximum többet nem hívom. Helyette ugye jön ez az SMS, de mondom, ez ilyen pár napra rá utolsó hívásra, mondom, tök mindegy, úgyis elutazom külföldre, és ha visszajönk, akkor visszatérek. Hát elutazok külföldre, ugye ezzel ember a vizet, nincsen gond. Hazajövök, első telefonhívásom, vízvezetékszerelő, aki természetesen baszik felvenni a telefont, baszik visszaírni, baszik visszahívni, és azóta nem tudom hány nap eltelt a víz, az ugyanúgy folyik. Most nem tudom, mit kellene tennem. Ha felhívok még 600 vízvezetékszerelőt, ki milyen hibát fog megállapítani? Ez a baj, az a baj, amaz a baj, nem az a baj, ez a baj. De ez még a jobbik eset, hogy egyáltalán hajlandó-e kijönni, és a kibaszott, kevés és nagyon drága idejéből
szánni rám kis időt, hogy legalább megnézni, hogy mi a baj. Tudjátok, azt nem értem, én megértem, hogy mindenki sok a munkája, főleg most ugye rengeteg házat újítanak fel, rengeteg a karbantartási munka, stb. Hogy miért nem mondják azt, fölveszem a telefon, jó napot kívánok, ez meg ez vagyok, elmondom, mi a bajom, jó, 2042. január 3-án ráérek, jó-e önnek, vagy nem önnek, vagy abszolút nem érek rá, és stb. Nem tudom elvállalni a munkát. És akkor ember megy, nem egyszerűen hallok fővenni a telefon, nem hallok visszahívni. Ezt a fajta hozzáállás egyszerűen nem tudom felfogni, hogy miért van. Lesz olyan időszak, biztos vagyok benne, mint hogy volt már Magyarországon, amikor a 5 forintos munkáért is sorbálnak a vállalkozók, most kibaszott nagy királyok lettek egytől egyik. Mindegy, majd valahogy megoldom ezt a dolgot, csak azt nem értem az egész, amikor az embernek lenne pénz erre, tehát van pénz erre, és akkor se tudja ezt megcsináltatni, akkor mit csináljon? Most nekiálljak én beöltözni vízvezetékszerűnek, vegyek fel egy kertészgatyát, fogjak magamnak egy svédfogót, és akkor álljak neki én megcsinálni az egészet, mert különben a büdös geci életben ez nem lesz megcsinálva. Ha nem beszéltem, illetve nem próbáltam volna beszélni 10 darab vízvezetékszerűvel, egyikkel sem sikerült. És itt kapcsolódik be a dologba az, ugye Magyarországon ugye kevés a munkaerő, ugye elmennek külföldre, jó szakmunkások, meg is értem őket, nyilván nem mindegy, hogy dolgozol mondjuk havonta 2-3-400 000 forintért, vagy mit tudom én, 1,5-2 millió forintnyi euróért, tökéletesen megértem őket, csak aki itthon maradt, és nincs ideje, ezt is megértem. Ugye rengeteg melójuk van. De ezt a kurva telefont miért nem lehet felvenni, ezt viszont nem értem meg. Engem bárki hívogat, ráadásul tudom, hogy ismerős, akkor nem is veszem fel, akkor visszahívom. Ha ismeretlen szám, akkor is igyekszem visszahívni és megkérdezni tőle, ugyan már mit akar. Aztán maximum azt mondom, hogy öcsém, nem érek rá, nem tudom elvállalni, nincs hozzá kedvem, tök mindegy, húz meg a tököm, nem foglalkozok vele. Van egy építési vállalkozó ismerősöm, illetve több is van, vele beszélgettem erről a helyzetről, hát neki pont nincs vízvezetékszerelője, biztos segített volna, és elmondta, hogy ugye mindent építenek, lakóparkoktól kezdve minden szart, és mondja, hogy van neki egy köműves brigádvezetője, aki nagyon régen köművesként dolgozik, és nagyon érti a dolgát, és figyeljetek, azt mondja, azért kénytelen neki havonta, nem kénytelen, azért ad neki havonta 500 000 forint nettó fizetést, igen, 500 000 forint nettó fizetést, mert különben a csávó elmenne, de mellette nem ez a baj, hanem nem találna még egy ilyen embert, aki ráadásul ért is hozzá. Tehát azt mondja, leszarja az 500 000-et, azt mondja, onnan egyszer így ez a fizetés, de azt mondja, megéri, mert a csávó ért is a dolgához. Ugye rengeteg vendégmunkás áramlik be hozzánk, főleg mondjuk ukránok, akik 3 forintért dolgoznak itt-ott-amott, azt mondja, hogy csávó, hogy nála is van, jönnek, azt mondja, hogy köműves, és ugyanakkor egy egyszerű köműves feladatot, ne kelljen mondanom, hogy mit már nem értek, hozzá se tud ellátni, folyamatosan felügyelni kell, utána kell dolgozni. Tehát a jó szakembereket meg kell fizetni, ezzel nincs is probléma. A jó szakembert meg kell fizetni. Hát a könyörgöm, én megfizetném a jó szakembert, csak egyszerűen nem hajlandó idejönni, sőt nem hajlandó fölvenni a telefont sem. Mi ilyenkor a megoldás? Hát fogod, állandóan elzárod a vizet, vagy úgy döntesz, hogy fogod és te nekiállsz, kibontod a falat, mit tudom én, 8-10 négyzetméter nagyságba, hát ha valahol megtalálod a folyást, vagy fogod, azt elköltözöl máshol. Egyszerűen tanácstalan vagyok, még van egy-két dolog, akivel ezt tudok fordulni, aztán különben fingom nincsen. Na most azért ilyen régen nem volt. Tehát én emlékszem rá, hogy amikor épp pedig lakásfelújításba így vettem részt, ugye tulajdonosként, és általában, ha nem is az első, de a második szakembert sikerült ugye azért kihozni, aztán amilyen munkát végzett, olyan munkát, de legalább nekiálltak. Na most ez elmúlt. Most lehetetlen szakembert találni, hogyha vállalnak is munkát, akkor is én több hónapra vagy több évre előre, ami ezzel sem lenne se baj, de akikkel én beszélek, és nem csak a vízvezetékszerelőről, a többiről van szó, egyszerűen mondom, nem hajlandó kommunikálni se. Nem tudom, hogy szóval fog vezetni, hogy az emberek nekiállnak maszekógatni. Éppen beszélgettem itt nálam dolgozó más szakmai emberkékkel, hogy ugye kerestek egy burkolót, hogy csinálja meg a fürdőjüket, és mondott egy olyan horror árat, ami egyszerűen, ami elképesztő volt, nem tudom hány, most nagyon sok 1000 forintban négyzetméter, de nem reális ár volt. Szóval két srác fogta magát, YouTube, megtanulták a burkolást, azért nem 10 perc alatt, de egy jó pár órát rászámva, többször visszanézték, majd nekiálltak ketten, saját kútfőből megvették az anyagokat, és biztos, hogy nem úgy, mint egy profi szakember,
de ők megcsinálták a fürdőszobát ketten, megmutatták a képet, abszolút nem rossz, sőt kimondta, jónak tűnik, azt mondják, vannak apró hibák, viszont a fürdőszoba, mondok egy összeget, nem 680.700-ba került, hanem mindennel együtt 150.000 forintba került, vagy 160-ba, lényegtelen, de a különbség az elenyész, vagy a különbség az óriási volt, és a ráfordított költség az anyagköltségen kívül lótúró. Lassan ugye ez lesz, az ember kénytelen lesz, ha máshogy nem megy, akkor magad uram, viszont még mindig nem szántam már rá magam, hogy neki elkvizetéket szerelni. És régen általában az volt a gond, hogy az emberek megrendelték ezeket a dolgokat, hogy ezt meg azt kell felújítani, festeni, stb. Úgyhogy basztak kifizetni az egészet, és nekem is még annak idején, amikor lakást újítottam fel, és dolgozott nálam egy burkoló, elmondta, hogy hány helyen nem fizették ki, és hiába fenyegetőzött, mint az állat, volt olyan, hogy föltört a járólapot, de ugyanakkor még azt mondja neki, ettől nem lett jobb, mert a pénze nem lett meg, rengeteg idén ráment, hogy akkor a törött járólapot hiába vitt el, mit csináljon vele. Na most, hiába akar az ember fizetni, és nem is alkudozok, nem a lengyel piacon vagyok, vagy a kínai piacon, de az ember kifizetni azt az összeget, ha úgy gondolom, hogy reális, de hát így sem megy. Egyszerűen a kommunikációig se jutunk el, mert a szakik most egyedül akkor nagy királyok, hogy megy a bolt, és megnézi a telefonját, és azt mondja, hogy faszon foglalkozik ezzel a hülye gyerekkel, nem foglalkozunk ezzel, majd oldja meg a problémát, akarja, vagy majd egyszer, mikor kevés lesz a munka, akkor visszahívom. Ebbe egy a nagy bökkenő, hogy az ember ezeket a dolgot nem felejti el. Nekem is vannak olyan ismerőseim, akik annak idején így a szarba hagytak, és akkor az embernek picit máshogy mennek a dolgai, akkor keresgetik. Mindig azt szoktam ilyenkor mondani, hogy hát sajnos nem megy a dolog. És az ember vigyorog egy jót, annélkül, hogy megjegyzéseket tennék. Ezt tudjátok, ez a kölcsönkenyér visszajár. Van egy olyan mondás is, nem tudom melyik néptől, de ugye körülbelül ez nem szó szerint, hogyha mész fel a hegyre, ugyanazokkal az emberekkel találkozol, hogyha jössz lefele, akkor is. Tehát ezeket a dolgokat, mikor ilyen faszán állok hozzá valakihez, aki ráadásul nem haverkodni akar, nem ingyen szolgáltatást kér, nem pedig azt akarja, hogy mit tudom én, csókod meg a segéd délbe valahol tök ingyen, hanem szeretne fizetni egy munkáért, tisztességesen becsülete, egyszerűen a semmibe sem veszem. Hát az ukrán vendégmunkásokról meg annyit, hogy ez körülbelül a tudásuk, ott is tisztelet a kivételnek, ott tart, mint ahogy az ukrán jogosítványnak a megszerzése, nem tudom, tudjátok-e, Ukrajnában pillanatokat lehet venni jogosítványt, tudom, nálunk is lehet, de azért most már kicsit nehezebb, mert azért nálunk nagyobb kockázattal jár, de az ukrán sofőrök kb. Olyan, mint a román kamion sofőrök, meg a román ugye horror vontatmányoknak a vezetői, hogy veszik a jogosítványt, körülbelül is ugyanez a minőség általában a munkájukkal kapcsolatban is, gondolok itt legyen az akár a köműves, akár a vízvezetékszerű bármilyen munka, de könyörgöm, már örülnék esküszöm egy ukrán vízvezetékszerűnek is, csak valaki jöjjön már, és csinálja meg azt a rohadt szivárgást. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!